Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából szervez programokat a Vármegyeháza, kitelepülésekkel, előadásokkal és szabaduló szobával is. A részletekről Rada Szilviával és dr. Virág Dianával beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntünk benneteket itt a stúdióban. Jó estét kívánunk. Nos, egy pár mondatot beszéltünk adás előtt. Engem nagyon érdekelne, hogy mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy az, ahogy most élünk, és most nagy vonalakban beszélek, nem feltétlenül jó, és mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy változtatnunk kell ezen, akár ebben a formában is, hogy a hulladék csökkentésben aktívan, tevékenyen részt vegyünk. Köszönjük szépen a meghívást. Amit szeretnék ezzel kapcsolatban így elsőként elmondani, hogy az Európai Hulladékcsökkentési Hét is pont erre a felhívásra irányul, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy csökkentsék a termelt hulladéknak a mennyiségét. Ez már 15. éve van ez a programsorozat. A Heves-Vár megyei kormányhivatal most 4. éve kapcsolódik bele az eseményeknek a szervezésébe. Magyarország úgy áll ebben a témában, hogy évente fejenként olyan 380-90 kg körüli szemetet termelünk, tehát napi 1 kg szemetet termelünk fejenként. Ez így elég durván hangozhat. Ez most azt hiszem, hogy engem is lesokkolt. És egyébként európai szinten ezzel nem állunk nagyon rossz helyen, mert hogy a tőlünk nyugatabbra levő országok jóval nagyobb fogyasztásuk miatt sokkal több hulladékot termelnek. Tehát, hogy amire szeretnénk itt fölhívni a figyelmet, az főleg a fogyasztás csökkentés lenne, mert ugye a csomagolási hulladékok és egy csomó hulladék az annak a következménye, iszonyatos túlfogyasztásban élünk. És talán pont ennek az oka az, hogy a csomagolás lett a témája ennek a hulladékhétnek. Aha. Ezért fontos egyébként arról beszélni, amikor létrejönnek csomagolásmentes boltok például, tehát hogy itt hogy kapcsolódnak össze a dolgok, tök jó. A hulladék csökkentéssel kapcsolatos edukációra egyébként mennyire nyitottak a fiatalok, hogyan látjátok? Szerintem nyitottak. Talán pont az az oka a szabaduló szobának, mert hogy valójában őket próbáljuk ezzel megfogni, meg találni velük a kapcsolatot. Vannak előadásaink is, amik az iskolákban lettek megszervezve, ezek folyamatosan mennek a hét során. Tulajdonképpen ők nyitottak, fogékonyabbak, mint az idősebb korosztály. Nyilván hozzájuk lehet a legjobban elérni ilyen formában. De talán általuk a szüleiket is el lehet érni. Igen, igen, hiszen ma már nem is a gyerekeket neveljük csak, hanem a szüleiket is rajtuk keresztül. Még megmondom, hogy még mindig sokban vagyok ettől a számtól, tehát ez a 380-90 kiló per év per fő, ez valami hihetetlen mennyiség, hogyha ezt közel 10 millióval felszorozzuk, akkor ez hihetetlen számot jelent. Mit tehetünk mi, mert hogy én ezt mindig igyekszem két részre bontani, van az egyén oldala, nyilván meg van a termelői oldal, tehát mind a két oldalon tenni kell azért, hogy ez csökkenjen, de az egyén oldaláról mi az, amit a hétköznapokban megtehetünk, akár otthon, praktikusan, hogy csökkentsük az általunk termelt hulladékot. Még egy picit az előző kérdésre visszakanyarodva, tehát a diákokkal kapcsolatban pont az, hogy ahogy eljutunk hozzájuk, például nagyon jó, hogy az elkötelezett pedagógusok is, akik beépítik az órákba ezeket az információkat, azon kívül, amikor egy így előadás formájában találkoznak külsős szakemberekkel, akkor egy picit nagyobb figyelmet tudunk szerintem tőlük kicsikarni, mert egy hagyományos órán lehet, hogy elsikkad, vagy már sokszor hallják, tényleg már a könnyük kökön is ez jön ki, és ugye a klímaszorongás is egy ilyen fontos tényező, hogy nagyon sokkolni sem lehet őket, mert hogy nagyon rájuk települ már ez a téma, és nagyon óvatosan kell fogalmazni nekik, és pont egy ilyen játékos foglalkozás, vagy bármi olyan tevékenység, ami során tudnak információt szerezni, nem pedig csak rájuk ijesztünk, úgymond, az sokkal hatásosabb. Mint ahogy most rám ijesztettünk. Igen, tehát innen jutott eszembe, hogy ez nem biztos diákoknál, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, meg minél több rétűen megközelíteni őket. Ja, amit a saját korosztálynak megfelelően kell hozzájuk szólni. Persze. Igen, amit meg saját életünkben tehetünk, pont a kitelepülés kapcsán, ami majd holnap lesz a Gárdonyi téren, oda is viszünk olyan mindenféle eszközöket, amivel a csomagolásokat ki lehet váltani, akár bevásárló szatyortól kezdve, tehát hogy olyat, amit tehát, hogy az 5R, az a visszautasítással kezdődik, tehát, hogy a hulladékcsökkentés 5
R betűje, nem megyek bele a részletekbe, de hogy a visszautasítás az pont ugye a fogyasztás csökkentéssel, és hogy tudatosan menjünk vásárolni, vigyünk szatyrot, vigyünk kis szütyőt, vigyünk mindenfélét. A másik pedig, hogy olyan csomagolásban legyen a termék, amit esetleg tudunk majd másra használni. Tehát, hogyha nem műanyagban van, hanem üvegben, fémben, fában, akkor azokat otthon tudjuk akár kreatívan újra használni, vagy tudunk bele bármit tölteni. És nem akarok, nem, tehát nem én találom fel a spanyol viaszt, de hát, hogyha már ebben a korszakban vagyunk, advent is, közeledik a karácsony, mondjuk a csomagolás terén ilyenkor aztán végképp pazarlóak tudunk lenni, ebben is lehetünk egy kicsit tudatosabbak, és akkor már egy picivel többet tettünk annak érdekében, hogy csökkentsük ezeket a hulladékokat. Egyénileg egyébként mennyiben lehet csökkenteni a hulladék termelést, úgymond lehet elérni egy ilyen zéró szintet? Hát lehet, csak ne az legyen a cél, mert akkor szinte fölösleges is belefogni, tehát az meg megint nagyon riasztó tud lenni, amikor egy évnyi szemét elfér mondjuk valakinek a kezébe, mert annyira radikálisan nem termel szemetet, és annyira ügyesen csinálja, az is olyan riasztó tud lenni, hogy na hát én sose fogom elérni ezt a szintet. Lesz is egy ilyen piramisunk holnap kiállítva, aminek az lesz a címe, hogy lépj egy szintet te is, tehát hogyha már csak arra odafigyelünk, hogy nem műanyagba, hanem papírba legyen, vagy fémbe, vagy ha meg már figyelünk erre, akkor pedig arra, hogy saját kulacsot hordjunk, saját dobozt hordjunk magunkkal, vagy akár otthon készítsük el a saját kis műzliszeletünket, és ne a boltba vegyük meg, vagy a boccaszörpöt, vagy bármi ilyesmit. Ez is, tehát, hogy mindig csak egy szintet lépünk, az már szerintem nagyon sokat számít. Mennyi lenne, nyilván tudjuk, de mennyi lenne az elfogadható szint mondjuk a hulladék, vagy van-e ilyen, vagy létezik-e ilyen, vagy van egy cél, amit érdemes lenne elérni, nyilván középtávon, tehát nem egy-két éven belül, hanem mondjuk egy 10-20 éves táblatban. Európai uniós rendeletek vannak erre vonatkozóan, amik megszabják azt, hogy a Magyarországon forgalomba levő műanyag hulladéknak az újrahasznosítása, ez milyen százalékot kell, hogy elérjen, ez ilyen 78-80% körülre van előirányozva pár év múlva ezt a szintet el kell érni. Ugyanígy papírra, üvegre, mindenre megadják, megvan az, hogy most hol tartunk, megvan ez az elérni kíván célérték is, és ennek érdekében a körforgásos gazdálkodást próbálják tökéletesíteni, és egyre inkább visszagyűjteni a hulladékokat, és akkor utána pedig ennek az újrahasznosítása egy nagyobb hatásfokkal, reméljük, hogy működőképes lehet. A kitelepülésre elsősorban kiket vártok? A kitelepülésre belvárosi iskolákat várunk, akiket személyesen is hívtunk, illetve körémélben is tájékoztattuk őket. Igazából lesz majd a EGRI hulladékgazdálkodás non-profit Kft. Települ ki velünk, akik kukásautóval jönnek és edukációs játékokkal is készülnek. Mi is ilyen figyelemfelhívásos dolgokkal készülünk majd, úgyhogy ilyen iskolás korosztályt, meg hát ebben a lakosságot persze tényleg, igen. Akkor az arra járók is bekapcsolódhatnak. Simán. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez a téma is azok közé a témák közé tartozik, amiről érdemes és kell is minél többet beszélnünk, illetve hiszen a saját jövőnket ne éljük föl, ha lehet így fogalmazni. Hölgyeim, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és egy kicsit beszélhettünk erről a nem is olyan kicsi problémáról. Köszönjük szépen a lehetőséget.